Nekem nagyjából minden tetszik, és ez a mai nap, ez nagyon fenomenál szerintem. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat a győri rakéta ezred nyílt napján. A gyerekek felmászhattak a harci járművekre, a családok katonazenét hallgathattak és bemutatókat nézhettek meg. Most kaptunk teljes kiképzést abból, hogy most már tudom, hogy mivel kell elindítanom a rakétákat, és hogy ez milyen összetett folyamat. A nyílt napon a 60 éves Arobuna légvédelmi rakéta ezred technikai felszerelésével ismerkedtettek a látogatók. Gyere, hát segít a katonabácsi! Gyere, neveztek én! A technikai eszközök mellett fő programként, vagy kiemelt programként nevezhetném azt, hogy a Tata Helyőrség Zenekar adott egy 30 perces gyepsót, ami úgy gondolom nagy sikerre zárult, illetve a fegyveres testületekkel történő kapcsolatunk alapján a győri készenléti rendőrség tartott egy 20-25 perces bemutatót, ami különböző elfogási és kísérési feladatokat, de ennek szakembere nem vagyok, úgyhogy nem mennék bele részleteibe. Én szerintem nagyon látványos volt, és ez is nagy sikernek örvendett. Világháborús hadijátékot is megnézhettek a nyílt napra a látogatók, ahol a német, magyar és szovjet csapatok ütköztek meg. Mi Szlovákiáról érkeztünk, Lévától nem messze lakunk, és igazából szerettük volna megkipróbálni ezt a magyar játékot is, hogy milyen, mert Szlovákián elég elterjedt ez a játék. Győrbe érkezett olyan hagyományőrző csoport is, amelynek tagjai mind a két oldalt erősítették az ütközetben. Én voltam a hátrébb állható német Tigris 1-es harckocsinak a parancsnoka, plusz a szárazföldi erőket is én koordináltam itt. Arról a harckocsiról annyit kell tudni, hogy a háború egyik legjobb német páncélosa volt, legyőzhetetlennek hívték, mert olyan erős páncélzata volt, a lövege egy 88 mm-es páncéltörőágy volt belépítve, ami a jó 2 kilométerről bármely szövetséges és orosz harckocsit ki tudott lőni, míg szemben az orosz vagy amerikai harcjárműknek legalább olyan 500 ezer méterről kellett közelségbe jönni, hogy valami kárt tudjanak benne okozni. Itt a mögöttem álló harckocsi például ez egy Párduc, ez egy egyel kisebb széria volt, ebből egy 75 mm-es ágyú volt. Ebből többet gyártottak, mint Tigrisből, valamivel megbízhatóbb is volt, jobb is volt talán, mert mozgékonyabb is, de viszont a páncélzata nem volt neki olyan vastag. A szervezők azt mondják, Magyarországon még kevés ilyen bemutatót tartanak. Néhány nappal múlt 65 éve, hogy véget ért a II. Világháború. Egyrészről, másrészről meg a laktanyának ma van a nyílt napja. Tehát azért a Győri laktanyában nem olyan egyszerű bejutni, pláne fegyverzeti technikával. És igazából emiatt döntöttünk emellett a dátum mellett. A hadijátékra azt kell tudni, hogy ennek ma Magyarországon nincs nagy hagyománya. Azt is lehet mondani, hogy kicsit talán ilyen politikai okok miatt úgy ellaposodtak ezek a dolgok. Régebben több volt. Hát itt Szlovákiában járunk ki, a Szlovák Védelmi Minisztérium meghívására olyan 5-6 rendezvényünk van évente. A nyílt napot 8. alkalommal, míg a hadijátékot először rendezték meg a megyeszékhelyen. A sok száz látogató kedvéért azonban ezt is hagyománnyá tennék a szervezők.